Szalai Ádám vagyok, és nézze velem együtt a Zene Show TV-t. Az előző szezonban a bajnokságot harmadik helyen záró Budapest Honvéd beragadt az idei rajtnál. Nyerhető meccseket bukott el, így nem csoda, hogy a táblázaton távolra kerültek a tavalyi helyezésüktől. A 9. fordulót még a 12. helyen várta a Honvéd 8 ponttal, azóta azonban makulátlan a mérlege a csapatnak. A 4 meccsen megszerzett 4 győzelemmel a 4. helyre léptek előre a táblázaton. A remek szériában 2 komoly bravúrt is bemutattak, idegenben verték a Ferencvárost, míg legutóbb szintén idegenben nyertek az Éllovas Videóton ellen. Nagy fegyvertény, hogy idegenben tudtunk nyerni, ugye a Ferencváros ellen is egy hasonló bravúrt hajtottunk végre, úgy néz ki, bravúr csapat vagyunk. Igazából ez nálunk tényleg nem egy lőzünk, hogy mindig a következő meccsre készülünk fel, mert nálunk nem volt kimondva az, hogy most Európa Ligás helyet kell megszerezni, vagy dobogóra kell odaérni. Ez tavaly is úgy épült fel, hogy meccsről meccsre mutattuk meg a legjobb arcunkat, és sikerült. Az, hogy ez a széria, ami most elkezdődött, meddig tart, én nagyon remélem, hogy minél tovább, és majd, amikor odaérünk a legvégső etapba, akkor fogunk tudni beszélgetni megint egy jó eredményről idén, de hát az még nagyon messze van. Az évelei bajnoki eredményeket és a csúfosra sikerült Európa Liga búcsút látva, sokan már leírták a Honvédot. Úgy tűnik, ideje korán tették ezt. Tavaly se gondolta senki, sőt tavaly előtt sem, hogy Európa Ligás helyen fogunk végezni. Én azt gondolom, hogy elég jó potenciál van ebben a csapatban. Én azt gondolom, hogy elég jól megvan a harmónia a külföldiek, illetve a magyarok és a magyar fiatalok között. És ez most már tényleg sokadik szezon óta bizonyítjuk is. A sorozat folytatása nem egyszerű, rangadók sora vár a piros-feketékre. Eddig ez a 4-es, ez elég jól néz ki, viszont a 3 olyan mérkőzésünk van még úgymond az összefordulóból, hogy jön hozzánk a Győr, megyünk az MTK-hoz, jön a Debrecen, aki 3 nagyon komoly erőt képviselő csapat. Meglátjuk, csináljuk tovább, aztán valami lesz. A 2 20 pontos csapat, a Honvéd és a Győr bajnokia vasárnap 19:30-kor kezdődik a Bozsik stadionban.